Kedves szülők, kedves anyukák és apukák, nagyon szépen köszönjük, hogy a cudar idő ellenére is eljöttek, és egy kicsit meghallgatnak bennünket. A mai szülőértekezlet ugye minden évfolyamnak lesz majd, de most előtte szerettem volna olyan közös dolgokat elmondani, egy pár dolgot, ami mindannyiunkra majd érvényes lesz. A következőkről szeretnék beszélni, az iskolánkban történt változásokról, a házi rend néhány pontjáról, a programjainkról és a terveinkről. Bizonyára mindannyian találkoztak már az iskola őrünkkel. Nagyon örültünk, hogy az iskolánk itt a környező iskolákból elősőként bekerült az iskola őr programba, és Mikita András látja el nálunk ezt a feladatot. Ő a rendőrség kötelékébe tartozik, tehát én nem parancsolhatok neki, meg együnk sem, hogy mit csináljon. Ő tudja a feladatát, és azt gondolom, hogy jól el is végzi. A másik változás, hogy Hidvégi Marika nénitől elbúcsúztunk, és Simon Ildikó, matematika-biológia szakos kolléganő látja el most az 5-től 8-ig a tanulóknak az oktatását, és bízom benne, hogy hosszú ideig ez így is marad, és nem lesz változás. Így már nagyon örülök tényleg, hogy a fontos tantárgyakat már tényleg szaktanárok tanítják. Szeptember 16-ától, azaz mától nagy örömünkre kaptunk engedélyt a pedagógia asszisztens alkalmazására. Ő az első osztályban tevékenykedett ma, délután pedig az elsős napközi csoportot segíti, illetve a pedagógus munkáját és a gyerekeket segíti ide-oda vinni, szárítgatni, tehát előkészíteni tanórán, hogy tudják, hogy hol tartanak. Akiknek alsós kisgyereke van, biztosan feltűnt, hogy két nagy napközis csoportot tudtunk csak az idén létrehozni. Megmondom őszintén, kicsit magas a létszám, és ezért is volt nagy szükség az asszisztensre, hogy az első és a harmadik csoportban ő ott legyen és segítse a pedagógus munkáját. Bizonyára hallottak önök is a telefonos okosórák használatáról. Nálunk annyira jól vették a gyerekek, hogy abszolút nem is volt kérdés, hiszen már nálunk évek óta így működik. Jön reggel, leadja a kis borítékba a telefonját, és mi ugye bevisszük a nevelőibe, semmi gond nem volt. Az idén akkor szeretnék arról is beszélni, hogy milyen szakköri lehetőségeink vannak. Most már pár év óta működik a kis színjátszó szakkörünk, az idén is meg tudtuk ezt tartani. Van énekkarunk, van crossfitünk, line dance-unk, aerobikunk, amire mehetnek délután a gyerekek, és természetesen ott van a zeneiskola, ami nem szakkör, illetve van asztali teniszünk, de az asztali tenisz nem szakkör. Az asztali teniszt, ha jól tudom, van itt képviselő a helyet, igen. Hogyha majd szeretne egy pár szót, akkor szívesen átadom. Tehát úgy van, úgy egyeztünk meg a vezetővel, hogy mivel a mi iskolai szereinket, tehát a mi asztali tenisz dolgainkat használják, ezért ők ennek cserében, akinek a mai kisgyerek igényli, szívesen tartanak neki edzést. Van is gyerek, aki jár hozzájuk, ahhoz, hogy és jól is érzik magukat, és örülünk ennek, hogy így gondolta a Kriszta, hogy szakör lesz-e belőle, ezeknek anyagi forrásai vannak, tehát bérleti díjat kell akkor már fizetni a Krisztinának, lehet, hogy a gyerekeknek is, mert mi nem tudjuk az ő költségeit kifizetni. Nem tudom, hogy ezzel aztán meddig mehetünk el, vagy hány kisgyerek van most esetleg a Krisztinánál, de mondja, jó legyen kedves, akkor átadom a szót. Jó, hogy én... Jó napot kívánok mindenkinek, Pasi Csaba vagyok, és a Balaton László is, Osztálytányi Sportegyesületnek a tagja, Szóta Dominika egy takutalán ismernek. Az Egyesület tavaly novemberben alakult, és a Balaton-Szárszó Sport Egyesületből vált ki. Jelenleg 19 tagunk van, 19 felnőtt tagja van az Egyesületnek.
és mint ahogy igazgatónő említette, a tornateremben tartjuk az edzéseinket. Az edzéseket úgy tartjuk jelenleg, hogy hétfőn és csütörtökön 5 órától 6 óráig edzést tartunk az általános iskolások részére. Ez az edzés teljesen ingyenes nekik jelenleg, tehát az edzésen mi részben a szabadidőnket feláldozva és részben anyagi hozzájárulással, illetve a nagyközség önkormányzatának a segítségével, aki szintén hozzájárulással segíti az egyesületet, kibéreltük a siófoki tankerületi központtól ezt a tornatermet, és az első órát az edzésnek arra fordítjuk, hogy jelenleg 2 turnusban, tehát kicsiknek és nagyoknak idézőjelben, én inkább úgy tenném hozzá, hogy akik már pingpongoztak, és akik egy kicsit szeretnének pingpongozni, azok járnak az első edzésre, és csütörtökön azok, akik ők a nagyobbak, általában már felsősök, akik komolyabban tudnak pingpongozni, ők járnak jelenleg a csütörtöki edzésünkre. 5 asztalunk van jelenleg a tanateremben, ebben 4 az iskolái, és 1 pedig a saját asztalunk. Ez többé-kevésbé elmondja azt, hogy hány gyereket tudunk jelenleg fogadni. Van még hely, tehát bátran lehet jelentkezni, és várunk mindenkit, hogy jöjjön pingpongozni. Jelenleg most 8-10 gyerek jár, akik egyelőre, most még nem kell, még nagyon turnust se váltanunk, tehát jelenleg hétfőn és csütörtökön is tudnak játszani mind a 2 alkalommal. Nincs tagdíj, nincsenek semmilyen díja, egyelőre, hogyha van érdeklődő, nagyon szívesen látjuk őket. Jó, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, és biztosan, hogy élni fognak még vele. Hát nálunk ugye a szakköröket a jó részt a kollégák végzik, és még egy újabb lehetőség, megkeresett Zádecki Ildikó, aki sakkoktató. Sajnos ő ma nem tudott megjelenni, de kérte, hogy tolmácsoljam, hogy van lehetőség arra, hogy a gyerekek sakk szakkörrel beiratkoznak. Ennek sajnos van költsége, de Ildikóval mindent meg lehet majd beszélni. Szerintem, amint a plakátokat biztosan látták, itt kint van, meg a honlapunkon is szerepel, ha az osztályfőnökökkel majd részletesebben esetleg beszélhetnek erről, mert ha valakit érdekel, akkor nyilván, hogy az Ildikóval felvesszük a kapcsolatot, és ő jön. Ő 1-2 gyerekért is szerintem szívesen kijön. Egyéniben is, csoportosan is oktat. Vannak már gyerekeink, akik hozzájártak már évek óta, és nagyon szép sikereket ért el a sakk területén is, és akkor nem mondom ennek a pedagógia oldalát is, hogy mennyire jó dolog, ha ilyenen részt vesznek. Jó, ezekkel kapcsolatban van-e valami kérdésük? A másik gondolatnak mondtam ugye a házi rendet. Itt inkább kérni szeretnénk önöktől, nem tudom, hogy mennyire lapozgatták fel, csak tényleg néhány pár gondolatot, amit mi szeretnénk, hogyha tényleg ez be lenne tartva, és ehhez tartaná magát mindenki. A legfontosabb, ugye az iskolánkba érkezés az 7 óra 45 perc, akkor jön be a buszjárat is a gyerekekkel. Természetesen, ha arról van szó, hogy a szülők 7 órára mennek dolgozni, és kérik azt, hogy a gyerek hagyjon előbb iskolába, egy kérelem az iskola vezetőségéhez, és akkor mi ezt meg fogjuk tudni oldani. Amikor bejönnek, akkor gyülekező van itt ezen a helyszínen, ezen a kis zsibongókba, és a pedagógussal indulnak fel az osztályba. Bizonyára az is szembe tűnt, hogy mától már ugye lejárt a 2 hét, most már csak a bejáratig kísérhetik el a gyerekeket. Rossz idő esetén délután nem kell kint ácsorogniuk, hanem ebbe a kis közlekedőbe, a belső bejáratig nyilván, hogy bejöhetnek. Na most az ügyelettel mindig és minden évben eddig meg voltunk lőve, sajnos most is. Ugyanis az iskolaőr feladata nem az, hogy a gyerekekért futkosson fel az emeletre, ma nagyon kedvesen és szívességből megtette. A tanulószoba nálunk ugye 2-től 4-ig szól, és ezt nagyon komolyan kell venni a gyerekekre is, akár a tanulószobán, akár a délután a napközébe, mert bizony van mit tanulni, és el is tudják magukat addig foglalni. Ügyeletet ezért a diákok szoktak tartani, aki úgymond
már készen van a leckével, és megtanulta, talán olyan 3 óra és fél 4 körül. Jó lenne, hogyha beállnának egy ilyen időpontra, hogy nehogy e körül jövök a gyerekért. Nyilván előfordulnak olyan kivételes alkalmak, amikor most dolgom van, és el kell menni a gyerekért. Ha rendszeresen van egy ilyen időpont, hogy másik intézményben megy sportolni, vagy a szülő nem ér rá, vagy bármi, ezt kérem, így jelezzék az osztályfőnökök felé, hogy tudjuk azt, hogy ő érte ma elő fognak jönni. Jó, és a napközis kollégák is, hogy tudjanak erről. Előfordult már most, hogy reggel késnek a gyerekek. Amikor reggel 8 óra van, mi már összeírjuk ugye a hiányzókat, és ez egy dolog még, mert azt korrigálni tudjuk az ebédet. Viszont hiányzásnak minősül, mert a kollégáim be fogják írni ezeket a perces késéseket, hogy mennyit, és akkor szépen összeadódik majd a késési időpont, amit nem tudom, hogy hogyan fognak majd önök igazolni. Azt biztosan tudják, hogy a betegség esetén 5 munkanap áll rendelkezésre a hiányzás, vagyis az igazolás behozatalára. Vagy aznap, amikor jön a gyerek először iskolába, vagy 5 napon belül. Hát most nagyon csúnya dolog, de az 5 napon túli hiányzást nem fogjuk elfogadni. Nagyon sok problémánk volt ebből az előző években, tehát lejárt az 5 nap. Ugye nagyon sok igazolatlan órát az 5 nap alatt össze lehet szedni. Elsőnél még jelezzük a szülőnek, a 10. már a gyermekvédelmi munkatársat is felkeresünk, 30-nál már pedig egy más hatóságot is be kell vonnunk, és ennek azért kellemetlen következménye van. Az igazolások kapcsolatban most annyi van, hogy majd lesz egy ilyen felület a Krétán, igazából még nem is tudunk róla a nagyon pontos dolgot, hogy majd a tajszám alapján fogják a gyereket beazonosítani az iskolát, és elméletileg az orvosok úgy fogják küldeni az igazolást. Még ez szerintem kialakulóban van. Úgyhogy a szokásos módon remélem, hogy van, amelyik doktornő e-mailben szokta az iskolának elküldeni, mi pedig továbbítjuk az osztályfőnöknek az igazolást. A szülő egy tanévben 5 napot igazolhat. Nyilván, hogy vannak olyan alkalmak, amikor esetleg a tanév, a szorgalmi időszak alatt szeretnének elmenni valahová, vagy valami családi probléma merül fel, akkor külön kérvény alapján ezt megtehetik. Ugye a Kréta naplónk, az elektronikus naplónkról is szeretnék néhány gondolatot. Ott láthatják a tanulóknak a jegyeit, dicséreteket, figyelmeztetőket, felszerelés hiányokat, házi feladat hiányát. A pedagógus részről pedig látjuk, hogy a szülő mikor lépett be. És bizony erről is rossz tapasztalataink vannak, mert van olyan szülő, aki például hónapokig vagy évekig a Kréta rendszerbe be se lépett. Nem értem akkor, hogyan tudja követni a kisgyerekének a tanulmányi eredményeit. Akinek esetleg még mindig nem rendezett a Kréta ügye, hogy be tud lépni, azt a kollégám, a Bence valószínű, hogy meg fogja tudni oldani, úgyhogy forduljanak hozzá bizalommal. A napköziről, ugye amint említettem, alsóban 2 nagy csoport van, felsőben 1 tanulószoba. Ha a gyereknek például délután elfoglaltsága van, szakkörre jár, vagy netalántán, amit mondtam, hogy vidékre megy és ott sportol, a házi feladatot neki akkor is el kell készítenie. Tehát az nem mentség, hogy nem voltam itt délután, vagy zeneiskolában voltam, vagy bármi milyen más tevékenységen. A házi feladat elkészítése az kötelező. A következő gondolat még, amit eszembe jutott, hogy szeretnénk kérni, hogy az évszaknak megfelelően öltözködjenek a gyerekek. Sajnos a levetett ruhák általában gazdátlanok maradnak, és tanév végére igen sok felhalmozódik. Nem ismerik meg a gyerekek a ruháikat. Most a tanév végén és júniusban szinte ott voltak az akasztón a ruhák, hát nem igazán fogytak belőle.
Úgyhogy erre is legyenek szívesek felhívni önök is a gyereknek a figyelmét. Jó, hogyha ezt levetett, tedd a táskádba, tedd a szekrényedbe, hogy meglegyen. Beköszöntött a rossz idő, váltócipő kötelező. Tehát amint megjönnek majd, és mielőtt bemennek a terembe, akkor cipőt kellene váltani. Elkészült a pedagógus kollégáknak a fogadó óráinak a listája. Ez már a honlapunkon kint van, és a fali újságon is. Az lenne a tiszteletteljes kérésünk, hogyha valakivel szeretnének beszélni, akkor a titkárságot legyenek kedvesek hívni. Mi jelezzük a pedagógusnak, hogy ő és ő keresett, és amikor szünet van, akkor jöjjön, beszéljék meg, hogy miről szeretnének beszélni, vagy mikor találkozzanak. Jó, a pedagógust azt hívják, akivel tényleg beszélni szeretnének. Például, ha történt délelőtt valami atrocitás, akkor a délelőttös tanítónénit, vagy éppenséggel, aki azon az órán volt. Ha délután történt, akkor a délutános kollégát tessék keresni, jó? Mert ő tudja a problémát ról majd beszélni. Azt is tudniuk kell, hogy gyermek innen sohasem megy úgy haza, és hogy ne beszéltük volna meg, ha valami konfliktusa van a társaival. Tehát az az első, hogy mi ezt megbeszéljük. Nyilván, ha olyan súlyos dologról van szó, akkor a szülőt is tájékoztatni és felhívni fogjuk. Tehát az, hogyha valaki azt mondta, hogy csúfolt, azt is megbeszéljük, de nyilván emiatt nem fogjuk a szülőt felhívni. Jó? A kollégáimat pedig ugye, hát elvileg 8-tól 4 óráig, ha hazamentek, ugye a délután, vagy a délelőttös kollégám, 4 óráig legyenek szívesek zavarni, jó? Tehát semmiféle messenger, semmiféle telefonhívás, már önneki vége van a munkaidőnek, ő is ember, szeretne a családjával, illetve az otthoni munkáját végezni, esetleg felkészülni másnapra. Hogyha megbeszéltek egy időpontot a kollégákkal, hogy jönnek a fogadó órára, akkor az iskola mindenképpen be fogja önöket engedni. Akkor még, amiről szeretnék, ja igen, minden osztálynak megvan a saját messenger csoportja. Kérem, hogy ezt is csak a tanulásra használják, hogy házi feladatkérés, igénylés, tehát semmiféle pletyka rovatnak ne, jó, mert ennek, ez is tapasztalat után mondjuk, hogy ennek volt kitéve. Hiszen nyitva van az ajtónk bárkinek, ha jelez, hogy beszeretne jönni, van valami gond, tessék nyugodtan fordulni bárkihez. Ha osztállyal van probléma, akkor nyilván első az osztályfőnök. És ha nagyon súlyos dologról, akkor pedig itt vagyok én. És szívesen beszélek bármiről. A iskolánknak van Facebook oldala, van honlapunk, ott tájékoztatást látnak arról, hogy mi, vagy képet kapnak arról, hogy mi minden történik az iskolánkban, vagy éppenséggel mit csináltunk, tehát az iskolai munkáról fénykép vagy szöveg kíséretében megjelenik. Rendszeresen készít a kollégán, felkészíti a gyerekeket a két hetente, vagy havonta, nem tudom, a Magdi, aki ezért felelős, a tévében, hogy havonta az iskolai programokról egy ilyen tájékoztatót, amit a kisgyerekek felolvasnak a tévében, biztos ezt is látták már. Leírjuk a programjainkat a helyi újságban is. Ezekkel kapcsolatban, ami most nekem itt eszembe jutott, van-e kérdésük? A következő pontunk, akkor megyünk tovább a programrainkról. Hát próbáltunk a programaink közül kitörölni egy-két dolgot, hát de nem igazán sikerült. Ezek a programok jó részt olyanok, amelyeket mi magunk is meg tudunk oldani, de van olyan, amikor az önök segítségét is szeretnénk kérni, vagy esetleg önökkel együtt szeretnénk valamit véghez vinni. Csak néhányat emelnék ki, jó? Ugye, mivel ökoiskola vagyunk, és majd beszélek erről is, lesz gesztenyegyűjtés, és valószínű, hogy talán meg tudjuk vagy most ősszel, vagy tavasszal oldani a papírgyűjtést is. A kicsi elsőseink mindig beszoktak mutatkozni a helyi kistérségi televízióban, úgyhogy októberben majd erre is sor kerül.
Szeretnénk most egy kicsit a szünet előtti napokat feldobni azzal, hogy a diák önkormányzatunk minden évben szervez szellemes délutánt, és ezt egy Halloween party diszkóval is szeretnénk délután zárni a helyi közösségi térben. Novemberre terveztünk, hát igazából ez bennünket érint, de egy van, a nyílt napok, amit november 21-ére terveztünk, amikor önök bejöhetnek, és akkor beülhetnek bármelyik kollégához, ónára. Jó, ezekről mind, amikor eljön az idő, úgyis tájékoztatást fognak kapni. Ami még fontos, hogy decemberben lesz megint az egy szombati napra fog esni, az adventi zsívvásár. Tavaly is nagyon sok felajánlást kaptunk, és hoztak be önök, amivel igencsak szép kis összeget gyűjtöttünk az iskolának. Úgyhogy nagyon kérem önöket, hogy most is segítsék ezt, jó, hogy minél több kis pénz összejön, és tényleg tudjuk a gyerekekre ezt visszafordítani, úgyhogy előre is köszönöm ezt, ha már most elkezdik gyűjtögetni. Aztán kipihentük magunkat a szünetben, jó, és jön a február még, amit én említenék, ez is egy rendhagyó módon szeretnénk, ugye lecsökkentettük most már arra, hogy az osztályokban tartottuk meg a farsangot, most egy ilyen közös mulatságot szeretnénk egyben a közösségi térben majd február 14-én. Aztán, ja igen, ami érdekes, és egy kicsit más lesz, ugye, hogy október 23-án nyilván ugye az iskola fog megemlékezni a községben ünnepélyes keretek között. Most a márciust egy kicsit másképpen képzeltük el. Szeretnénk felvenni a kapcsolatot, azaz, hogy szorosabbá fűzni a kapcsolatot a helyi civil szervezetekkel. És szeretnénk azt, hogyha ez a megemlékezés, illetve még más egyéb programban is, ők is részesülnének, vagyis velünk együtt lennének. Azt tudni kell, hogy egy ilyen programra való felkészülés rettentő sok időt és energiát igényel, illetve sajnos a gyerekek délután már nem maradnak itt a hazajárósok, tehát délelőtti tanórákból megy el a próbaidő. Aztán ez még csak egy dolog, hanem amikor eljön az ünnepély, akkor sorra betegek lesznek. És ugye kezdődik minden előről, hogy ki és melyik gyerek helyettesíti. Ezért gondoltuk azt, hogy nem marad ki az iskola ebből a március 15-i megemlékezésből, de egy kicsit másképpen próbáljuk majd megszervezni, bevonni akár a helyi kórust, a néptáncot, az önkormányzatot. Tehát még ez kialakulóban van, és az érintettekkel majd felvesszük a kapcsolatot, hogy ki mibe tud majd ehhez hozzájárulni. Nagy eseménynek szánjuk most az április 11-ét, a költészet napját, hiszen József Attila 120. év születésének 120. évfordulója lesz. Ide is kicsit nagyobb vonumelő műsort szeretnénk. Itt is fogjuk kérni majd akár a múzeum, akár az önkormányzat, illetve a helyi civil szervezeteknek az ötletét, hogy mivel tudnánk egy kicsikét színesebbé tenni a gyerekek műsorán kívül. Ugye ez tulajdonképpen eddig már leszűkült az utóbbi pár évben, mert versenyt rendezünk, mégpedig ugye a Somogy vármegyei József Attila szavaló versenynek vagyunk mi a helyszíne. És eddig a mi kisgyerekeink készültek egy kis megnyitó ünnepéllyel. Most ehhez szeretnénk azért kicsit többet oda tenni. Minden évben eljönnek az óvónők, és megnézik a kicsi elsősöket, hogy mennyit változtak, mennyit fejlődtek, mit tudnak már. Ebbe május elején kerül majd sor erre. Színjátszó szakkörünk is május közepe felé tervezi a bemutatóját, amire ugye most így a tanévben készülnek. Van még egy nagyobb programunk, mégpedig május 30-án egy gyereknap, ezt önökkel együtt szeretnénk végrehajtani, egy jó kis családi napot szeretnénk szervezni.
egy kicsit jobban megismerjük egymást, hiszen tényleg nem nagyon találkozunk, és nincs lehetőség így a beszélgetésre. Ma úgyis megválasztja minden osztály a szülői munkaközösségi tagokat, és utána, talán majd a jövő héten valamikor össze is fogjuk hívni a megválasztott tagokat, és ott tudunk majd egy kicsikét szorosabban beszélni ezekről a programokról és műsorokról, jó? És rajtuk keresztül önök is tájékozódni fognak majd. A ballagást most 21-én szombatra tervezzük, és azzal be is zárul a tanév. Nagyon sok minden van még ide felírva, de majd alakul, és akkor megbeszéljük még ezeket a dolgokat. És akkor beszéltem arról, hogy mi ökoiskola vagyunk. Igen, tényleg eddig újságot, gesztenyét gyűjtöttünk, szelektíven gyűjtjük a hulladékot. Tavaly két ruhatároló konténert is kértünk ide a konyha udvarába. A teszett program keretében szemetet szedünk, és nyilván, hogy az iskolai programban vannak olyan kis programok, amit az ökomunkaközösségünk szervez, és a gyerekekkel együtt veszi majd igénybe. Nos, hát ez a terveink között szerepel egy mini ökopark létrehozása, amihez hát nyilván az önök segítsége lenne a legfontosabb, illetve megpróbálunk majd szponzorokat is keresni. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Mi már így tavaly évvégén megfogalmaztuk ezt, hogy tényleg nagyon szeretnénk. Láttunk más intézményeket, ahol ez nagyon jól működik, és tényleg egy felemeli az iskola környezetét, és nagyon jól mutat is, és a gyerekek nagyon jól érzik ott magukat. Ilyenekre gondoltunk például, hogy egy kis tűzrakot. Na most ezt, hogyha megkeresünk valakit, aki köműves, és marad egy kis tégla, hogy abból kirak nekünk oda a földbe egy mélyített kis tűzrakót, akkor azért hálásan köszönjük majd. Vagy olyanra gondolok, hogy kiülőket szeretnénk, amint látják, csak néhány pad van a gyerekek számára. Mikor ősszel még, amikor ragyog a napsugár, vagy tavasszal, amikor kint tudnának lenni, nincs hova leülni. Ez főleg a kicsiket érinti legjobban, amikor viszik a tolltartót, meg a kis füzetüket, hogy rajzolgatnak, és itt a pince tetején a beton áll nekik rendelkezésre. És ezért szeretnénk egy ilyen olyan kis kiülőt, nagyon egyszerűre gondolok, amin tényleg helyet tudnak foglalni, esetleg kis asztalkát nekik. A másik a mezítlábas ösvény, ehhez is csak igazából faanyag kell, meg össze kell gyűjtenünk egy-két dolgot, amin tud majd mezítláb mászkálni, illetve egy kinti tantermet. Itt sem gondolunk nagyra, csak egy fából készült esetleg tetővel lefedett dolgot, amin valóban kiteszünk majd egy ilyen régi, hagyományos táblát, krétát, és amikor jó idő van, amelyik csapat szeretne kint egy-egy órát megtartani, akkor oda kivonulhat. Természetesen a növényekre is gondoltunk, olyan növényekre, amik tényleg gyógynövények, főleg egy picit ilyen kis magasányásba beültetni. Most nekünk ezek voltak az ötletek, de ha van közöttünk olyan valaki, aki a tervezéshez is hozzá tud járulni, hogy mit hova tegyünk esetleg, hogy az jól mutasson, akkor azt is hálásan köszönjük. Fizikai erőnek mi is itt vagyunk, tehát bármiben mi is segítünk, megpróbálunk, meg némi kis anyagi forrásunk van, tehát hogy ne nőjön ki a fű, geotextília, vagy ilyesmi. Tehát apróságokat tudunk mi is venni. De ha esetleg majd felkeresnek olyan vállalkozókat, akiknél van valami használható dolog, és szívesen felajánlanak, akkor nagyon hálásak lennénk ezért. És ha engedni az idő, és ha valóban lesz egy ilyen kis munkacsapat majd, úgyhogy a szülői munkaközösségen, vagy ha most tudnak esetleg, akkor az osztályfőnököknek már jelezhetik, hogy ki az, aki tud segítséget adni,
akkor amikor lesz a szülői munkaközösségi ülés, ott már konkrétan tudunk beszélni erről, és már ha jó idő lenne, akkor ősszel el is kezdhetnénk néhány dolognak a megvalósítását. Aztán, ha ameddig jutunk, ha nem, akkor pedig kora tavasszal hozzá szeretnénk látni. Ezzel kapcsolatban van-e valami kérdés? Jó. Köszönöm. És akkor én azt gondolom, hogy a suliról a fontosabb dolgokat én el is mondtam. És akkor szeretném megkérdezni, hogy a kollégáknak van-e olyan, amit szeretnétek elmondani esetleg most? Jó. Akkor én nagyon hálás vagyok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket, és eljöttek, és főleg az, hogy meghallgattak.